5 helyszín, 6 bűncselekmény, 1 feltételezett elkövető, kevesebb mint 1 óra. Röviden így lehet összefoglalni annak a 32 éves alattjáni férfinak az álmokfutását, akit a jászberényi rendőrök fogtak el. A megalapozott gyanú szerint a férfi megjelent egy jászberényi társasháznál, ahol betörte a bejárati ajtó üvegét. Mivel ott megzavarták, rohant is tovább egy fodrászathoz, ott az ablakot törte be, majd az üzletből samponokat tulajdonított el. Tovább haladva még 3 ingatlant vett célba. Ahonnan különböző kerti felszereléseket, kéziszerszámokat, játékkonzolt, fűkaszát, kompresszort, több üveges szeszes italt, nyárs botokat, szalonnasütőt és grillrácsot zsákmányolt. A rendőrök a beszerzett adatok és a bejelentők által adott személyleírás alapján azonosították, és az utolsó helyszín közelében elfogták a bűncselekmények feltételezett elkövetőjét, majd előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók egyrendbeli garázdaság, egyrendbeli rongálás és 4 rendbeli lopás elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. A lopott holmik egy része előkerült, melyeket a rendőrség lefoglalt. A jogsértő elismerte a bűncselekmények elkövetését, de magyarázatot nem adott a tettére.